Betegszik a hibrid mercikkel, ami most Kecskeméten közlekednek. Ez nagyon jó eltalált technológia. 28 új autóbusz áll forgalomba Bács-Siskó megye útjain. Az új, a 21. századi követelményeknek megfelelő akadálymentesített, légkondicionált, kamerával felszerelt autóbuszok a helyközi közlekedést segítik, és javul a személyszállítás színvonala. Az az autóbusz, amivel pont most az interjú készül, ez egy MAN csuklós autóbusz, ebből 5 darab áll forgalomba, és hát helyesen már forgalomba is állt, 21 darab Credo Econel típusú autóbusz és 2 darab Credo Innovel autóbusz, ezek szóló autóbuszok. Az Innovel autóbusz annyiban különbözteti meg az Econeltől, hogy ez regionális közlekedésre, csomagtérre rendelkezik már, az Econelek pedig ilyen városkörnyéki közlekedésre, járási közlekedés, helyközi közlekedésben lesznek láthatóak, illetve igénybe vehetőek. Ez a A környező településekről sokan ingáznak. A megnövekedett gépjárműforgalom megterheli Kecskemét úthálózatát. A modern tömegközlekedési eszközök forgalomba állítása nagy mértékben javít a helyzeten. Több mint egy évvel ezelőtt döntöttünk arról, hogy új alapokra helyezzük a városi tömegközlekedést. Ennek látható jelei is voltak. Most a Volánbusz a város környéki közlekedésben is egy nagyot lépett, hiszen olyan új modern csuklós autóbuszok állnak a járatban, különösen Helvécia, Ballószög, Kerekegyháza, Lajos Mizse vonatkozásában, amelyek 21. századi igényeket elégítenek ki, és ezzel megkönnyítik a városba való ingázást. 2020. augusztusában 45 darab új Mercedes-Benz Reform 500 buszát forgalomba Kecskemét útjain is. Az új buszoknak köszönhetően Magyarországon jelenleg a híres város útjain járnak a legfiatalabb buszok.